Egy évvel az iráni atomalkú egyoldalú felmondása után az Egyesült Államok elnöke újabb szankciókat jelentett be. Az intézkedések, amelyeket Donald Trump elnöki rendeletben hozott nyilvánosságra, az iráni fémipart és az exporttermékeket érinti, és mindaddig érvényben marad, amíg Teherán nem változtat a magatartásán. Komoly következményei lesznek annak, ha Teherán nem tartja be az atomalkut, figyelmeztették az egyességben résztvevő nyugati államok az iszlám köztársaságot. Az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország külügyminisztere hangsúlyozta, továbbra is az egyezmény oldalán állnak, amennyiben Irán betartja azt. Az Egyesült Államok külügyminisztere így fogalmazott, látta a jelentést, véleménye szerint a benne látható kétértelműség szándékos, éppen ezért meg kell várni, mit lép Irán. Nem egy nyilatkozatot tettek már, amiben olyan tettekkel fenyegettek, amire a világ ugrani fog, fogalmazott Mike Pompeo. A brit diplomácia vezetője szerint Irán legutóbbi lépése nem üdvözlendő, és a vállaltak betartására szólította fel az ország kormányát. A szankciókat az atomprogram korlátozásáért cserébe enyhítették. Ha Irán nem tartja be, amit vállalt atomügyben, annak meg lesznek a következményei, nyilatkozta Jeremy Hunt. A német külügyminiszter szerint az, hogy az egyesség betartassék, kulcsfontosságú Európa biztonsága szempontjából. Álláspontunk még mindig ugyanaz, megőrizni az egyezményt, egyben meggátolni Iránt abban, hogy atomfegyvert fejleszen, közölte Heiko Maas német külügyminiszter.